November 19-e, Erzsébet nap. Így Tolnán is megemlékeztek Árpádházi Szent Erzsébetről és rövid élete során véghez vitt jótékony cselekedeteiről a római katolikus templomban. Árpádházi Szent Erzsébet II. András király és Merániai Gertrud harmadik gyermeke volt. Egészen fiatal kora óta vezeklő életmódot folytatott. Többek között menedék helyet nyitott gyermekek számára és egyre több figyelmet szentelt a szegényeknek. Második gyermekének sikeres világra jöttért, hálából kórházat alapított, ahol a betegápolásban maga is részt vett. Ez a mostani hónap egy érdekes hónap. Ködös, sötét, meg mi egyéb, de ugyanakkor mégiscsak minden szentek ünnepével kezdődött. Ráadásul nekünk magyaroknak ez a késő ősz egy nagyon gazdag hónapot is jelent, mert hónap elején volt Szent Imre hercegnek az ünnepe. Aztán kicsit beljebb Szent Mártont ünnepeltük. Elmúlt napokban héten volt skóciai Szent Margitnak az ünnepe, aki ráadásul nem is olyan messze, Mecsegnádas mellett született. És éppen ma napos napja van ennek az Árpádházi Szent Erzsébetünknek is. Aki 1207-ben született, épp a 13. század elején, és hogy ő az a szentünk, az az ember, akinek kronológiailag az életét szó szerint dióhéjba bele lehet tenni, mert mindössze 24 évet élt meg. De nem a hosszúsága miatt, hanem sokkal inkább a tartalma miatt van az, hogy évről évre megemlékezünk, nem csak itt, nem csak Magyarországon, világszerte. Kronológiát, ha figyelembe vesszük, akkor csak annyit, hogy 4 éves, amikor elkerül Magyarországról, aztán viszonylag fiatalon a mai szemmel nézve, 10 éves korában férjhez megy, 3 gyermekük születik, 20 évesen nem csak, hogy 3 gyermekes édesanya, hanem már megözvegyül, és még van 4 éve, mert 24 éves korában hal meg. Ravasz Csaba elmondta azt is, hogy közeledik már Advent első vasárnapja. Hadd mondjam azt is, hogy ez a november második felében vagyunk már, egy kicsit hajaz az Adventre is, ami egy hét múlva ilyenkor gyertyagyújtásokkal, és hát nyilván majd Advent első vasárnapjával kezdődik. És ez az Advent is készület majd az idei karácsonyra, Jézus megszületésének nagy ünnepére. Mi már most is, mert van egy Caritas csoportunk helyben, elkezdtünk gyűjtést szervezni, és majd folytatjuk is még egy darabig. Éppen a rászoruló családoknak a megsegítésére karácsonyi csomagokkal. Tehát Szent Erzsébet, aki egy nagy adakozó volt, aki a vár palotája mellett szegényházat, zarándokházat nyitott, sőt, kórházat is alapított. Aki rendszeresen, napi szinten látogatta őket, és külön gondja volt arra, hogy a nagyon betegek, akiket nem nagyon szerettek mások érinteni, ő ápolta őket. És az ő ünnepe tehát azért már szépen belevezet bennünket az adventi készületbe, a karácsonyra is tekintve. Ez mind az időséget jelenti.
Tolnának van most még egy olyan sajátossága is, hogy ez nem csak egy templomi rendezvényünk. Nyilván többen is jönnek, de van egy helyi civil közösség, és ez nem más, mint a Mözsi Bartók Béla női kar, akikkel megtaláltunk egy hangot, egy összhangot, és ők is évek óta segítik, támogatják ezt az ünnepünket, és azt gondolom, hogy éppen talán rajtuk keresztül is többen vannak jelen, mint máskor. Egy ilyen este lesz, amiben Caritas tagjainknak a ígéret megújítását is sorra vesszük, és nem elfelejtve aztán a már a oltár elé kitett Erzsébet cipók megáldását is majd megtesszük, amit nyilván majd kiosztogatunk így megáldott módon.